Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt ismét a Gólterápia, én Bíró Dávid, a terapeuta, és a mai este folyamán Galambos Dániel lesz a vendégem, akit nagyon sokfelé lehet látni a Büntetőn, a Box to Boxon, a Spiller TV-n, egyszerűen a angol foci van, akkor mindenhol ott vagy, szervusz, köszöntelek a műsorban. Szia, örülök, hogy itt lehetek. Na és ezt az anglomániádat kicsit pontsuk ki, ez pontosan honnan indult, és egyáltalán ez csak a futballra terjed ki egyébként a te életedben? Hát azért nem csak a futball, nyilván az egy központi téma, pláne így, amit most említettél is, ugye, hát azért mégiscsak újságíró vagyok, ugye, és ezzel foglalkozom, és tényleg az angol futballt és a Premier League-et szeretem a legjobban, de ez az anglománia, ez egy ilyen öröklődő valami, édesapámtól, és igen, ez a kultúra egyéb területeire is kiterjed, tehát zenében, irodalomban is megvan. Ott inkább mondjuk úgy mondanám, hogy az angol száz irodalom és az angol száz zene, nyilván ott az amerikai hatások is megvannak, de valamiért ezt ő ültette bennem meg a testvéremben, ő rajongott a rockzenéért, ugye angol és amerikai, a sportokért, és valamiért az angliai kultúra nagyon megérintette és megtetszett neki, és meg az angol nyelv is, és az egész ebből fakad. Meglepődtem volna, hogy a gasztronómiát is felhozott, de nem tettem. Igen, hát az meg az időjárás, az valószínűleg nem az a terület, amire az ember vágyik, de tényleg amúgy mondom, a zeneirodalom is erről, ebből a területről jön. Azt ugye mondtad, hogy a Premier League a nagy kedvenced, a válogatott is egyébként, így egy szíved csücske a különböző világeseményeken? Igen, ez abszolút így van, hát épp elég bánatot okoz az annak, aki az angol válogatottnak tudja, tehát a sorstársaim nagyon jól ismerik azt az érzést, ami elfogja őket így a negyeddöntő környékén általában Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon. Nyilván, hogyha magyar válogatott azért nagyon sokáig nem volt ott, tehát ugye annak nem drukkolhattunk, és hát ahogy a többség választ magának egy válogatottat ilyen nagy tornán, nekem mondjuk ez sosem volt kérdés, pont emiatt az anglománia miatt mindig az angol válogatott volt. És hogyha a Premier League-ből kéne így csapatot választani, hogy kényszeresen, muszáj mindenféleképpen, akkor melyik csapat lenne a tiéd? Igen, hát akkor egyértelműen a Spurs, tehát azért én ha választani kell, akkor Spurs szimpatizáns vagyok. Ez is aputól fakad, ő valamiért ezt a csapatot választotta, még a 70-es, 80-as években talán akkor még több siker is érte ezt a klubot. Nyilván az egyik nagy klub azért Londonban ma már, ugye azért ez talán nem mindenkinek egyértelmű, hogy mondjuk így a népszerűséget tekintve a régi szép időkben az Arsenal, a Spurs és talán a West Ham volt a három legnépszerűbb csapat Londonban, de az angol futball szintjén is sokáig a Big Five-ról beszéltek, mondjuk ezt még a Premier League előtti korszakra kell érteni, akkor ugye a Manchester United, a két Liverpooli egylet, és a Spurs meg az Arsenal volt az a nagy ötös, amelyik így nagyban meghatározta az angol futball alakulását, akár az, hogy merre menjen el gazdaságilag, a Premier League kialakulásában is ez az ötös volt a meghatározó. Úgyhogy akkoriban ez még akkor nagyobb klub volt, és ugye az utóbbi 10-15 évben próbál visszakapaszkodni újra arra a magaslatra. Hogy mennyire sikeresen, arra mindjárt ki fogunk térni, és kezdjük is itt a vasárnap kora esti időben játszott ugye Manchester United elleni találkozóra, amit hazai pályán. Hát mondhatnánk, hogy az 1-6 visszavágója, csak ugye pont a Tottenham részéről ez nem biztos, hogy annyira kellemes a visszavágó, mert hát sikerült is a visszavágás. Hogyan értékeled a mérkőzést? Jól indult, aztán mégiscsak vereség lett. Igen, mondhatni, hogy a szokásos forgatókönyv a Spursnél, hogy megszerzi a vezetést, és aztán vereséget szenved. Nem nagyon tud kibújni ez alól, úgy tűnik sem. Mourinho nem tud kibújni a bőréből abból a szempontból, hogy ahogy megvan az előny, akkor utána rögtön ez a foggal, körömmel ragaszkodjunk hozzá, és már kevésbé alkalmazzuk azt a taktikát, ami addig egyébként sikeres volt, vagy azt a játékfelfogást, ami ahhoz kellett, hogy egyáltalán előnyt szerezzünk, hanem akkor jön rögtön a majré, ugye azért ugye rendszeresen elmondja, hogy erre nem kéri a játékosait, valamiért ez biztos jön belőlük, tehát valószínűleg akkor ez így, nem tudom, épp olyan reggeliztek, hogy abban az volt, hogy ha megvan az előny, akkor utána vissza kell állni. Én azért kételkedem abban, hogy ebben nincs benne Mourinho keze, és itt is az történt, amíg tehát megvolt a vezetés, hogyha kicsit így szakmailag is értékelve, hogy a két belső középpályására, a United két belső középpályás McTominay nagyon szépen kilépett rá Lo Celso és Ndombele, végig kicsit magasabban futbolzott a Spurs két belső középpályása, nem nagyon engedte, hogy támadást építsen az ellenfél. Aztán ahogy megvolt a második félidő, ugye vezet a Spurs, mindjárt egy nagyon mély védekezést engedte, magára húzta a United-et, és jöttek is a gólok, és hát ugye ez a csapat, ez nem nagyon tud 1-0-ra nyerni, tehát oké, volt 2-0 még ősszel, majd arról is beszélünk, ami még az már ilyen régi szép időknek számít az ősz, amikor a Cityt meg az Arsenalt sikerült 2-0-ra legyőznie, de hát azóta azért az látható, hogy ez, ha a csapat megpróbál csak ráülni az eredményre, akkor az nem megy, ahhoz abban, ami sok minden hibázik, leginkább azért, mert nem annyira erős ez a védelem, hogy ezt meg tudja valósítani, hogy kihúzza 1-0-ra. Ugye Mourinho szereti általában a játékosokra hárítani a dolgokat, és ugye te is ezt említetted, csak én azt nem értem, hogy akkor mi volt az a Lo Celso Sissoko csere, mikor már ugye hátrány volt a Tottenham. Tehát, hogy én akkor jobban megértettem volna, esetleg Bale-t hozza be, és mondjuk Lucas Moura-t behúzta volna középre, tehát hogy valahogy ez jobban feküdt volna nekem, hogyha tényleg nyerni akar. A Sissoko cserével inkább azt látnám, hogy biztosítja az eredményt, de hát vesztes állásnál nem értem ennek a lényegét. Abszolút jogos felvetés, ugye az ő elgondolása az volt, hogy akkor az addig Højbjerg mellett kicsit előtte játszó Ndombele léphet följebb Lo Celso helyére, és akkor Sissoko Højbjerg lesz a két belső középpályás, a két védekező középpályás, és szabadabban, támadóbb szellemben futballozhat Ndombele, ez volt az elgondolás, de valóban szerintem is ennél sokkal nagyobb rizikót lehetett volna vállalni, és akkor egy támadó szellemű futballistát behozni. Hát most tényleg nem akarom, hogy az egész műsor ez ilyen Mourinho pocskondiázásba menjen át, mert nyilván azért mindig elmondom az adásokban is, hogy az egykori Mourinho-t, a sikereket elérő Mourinho-t nem lehet nem elismerni, tehát egy korszakos zsenie az edzővilágnak, csak az edző történelemnek, de mai Mourinho már nem az. Most, hogy említett a Bale-t, igen, tehát ez is jellemző Mourinho-ra, hogy nagyon gyorsan el tudja dobni azt a játékost, aki neki csak egyszer nem felel meg, van egy olyan pillanat, ami neki nem tetszik. Ugye nagyon nehéz sorsa volt, mondhatjuk így Bale-nek, mióta visszajött Madridból, de nem annyira bízott benne Mourinho, mindig arról beszélt, hogy föl kell építeni, és ugye nagyon sokáig nem játszott. De hogy volt egy jobb sorozat, azt lehetett gondolni, hogy volt egy 3-4 meccses nagyon jó sorozata, ugye gólpasszok, azt lehetett gondolni, hogy megjött újra nagyjából az a Bale, nyilván ugyanaz a Bale már sosem lesz, mint aki a Madridba igazolás elején, meg Madridba igazolás előtt szerepelt Spurs-ben, de hasonló Gareth Bale. Erre mi történik? Van egy Arsenal elleni kétségtelenül nagyon rossz meccs, ami rossz Bale-nek is, de rossz az egész csapatnak, és azóta elfelejtette, mintha csak elvágták volna Bale-t. Ez is egy picit ilyen Mourinho sajátosság, hogy nagyon meg tud orrolni játékosokra. És Bale most ezen a meccsen is hát ugye kapott nagyjából nem is tudom 5 percet. Hát az ellenfél csapat Luksó is tudna erről azt hiszem bőven beszélni szerintem az elmúlt évekből. De kicsit dicsérj meg Ole Gunnar Solskjært is, aki hát mondjuk, hogy alkalmazkodott az ellenfélhez, és mondjuk nagyon jó húzás volt a Pogbának a balszélre való kitétele, az nagyon-nagyon tudott működni a mérkőzésen. Igen, ez így volt. Azért az első fél időben még a Spurs nagyjából féken tartotta a United-et, és nem engedett sok helyzetet. Nyilván volt az a sok vitára okot adó Cavani gól, amit elvettek azután, de akkor még tartotta magát a Spurs. Igen, azért Solskjærnak egy-egy húzása azért van, meg mer változtatni, mer bátrabbá válni, hogyha a játék, illetve az eredmény azt megköveteli, és ez feltétlenül előny Solskjærnál. Az is egyébként, hogy ez a csapat rendre megfordítja a meccseket. Tehát ugye meg lehet ezt közelíteni onnan is, hogy a United miért engedi állandóan, főleg idegenben, hogy az ellenfél vezessen, ez az egyik megközelítés. A másik viszont az, hogy mutat elég szép erényeket abból a szempontból, hogy ezeket viszont rendre megfordítja, és a legtöbb pontot szerezte, vesztes állásból messze a legtöbb pontot szerezte a Premier League-ben, és ez ilyen szempontból megmondta a Ferguson-i United erényeket idézi. Nézzük a Tottenham lehetőségeit ebben a szezonban, ugye jelenleg 7. pozícióban van, annyira nincs messze igazából az Európai Konferencia Liga indulás, az ugye 3 pontra van a 6. helyzet Liverpooltól. A probléma az, hogy az Everton ugye le van maradva 2 ponttal, de viszont 2 meccsel kevesebbet is játszott a Tottenhamhez képest. Most a Tottenhamnek melyik irányba szabad, melyik irányba kellene nézelődni, és itt akárhogyha mondjuk az aktuális formát is hozzávesszük ehhez, meg a hátralévő mérkőzéseket, akkor szerinted mi lehet itt a legjobb forgatókönyv? Hát ez most már nagyon nehéz, a BL az most már elúszott, ez bármilyen fájdalmas is kimondani, szerintem ez egyértelmű, ahhoz túl sok csapat áll a Spurs előtt, hogy erre még reális esélye legyen, tehát biztos, hogy nem fogja tudni a Chelsea-t is megelőzni, a Liverpoolt is, meg a West Ham-et is megelőzni, hát 3 betli nem lesz, úgyhogy arról lemondhat, az Európa Liga az, amelyik egy esélyt kínál, ott még valóban van szansz, ugye azért a 7. helyezett is indul még tehát a 4 BL induló plusz 3 Európa Liga résztvevő, tehát ott még a 7. is Európa Liga lehet, de hát nem ezért hozták feltétlenül Mourinho-t, tehát nyilván itt az volt a cél, hogy ez a csapat előre lépjen, illetve újra eljusson arra a szintre, ahol a Pochettino éra legszebb napjaim volt, ugye nagyjából 3 évig azért ez a csapat abszolút bajnok esélyes együttesnek volt nevezhető. Ezt akarták, plusz ugye Mourinho akkor serleg, ugye ez volt a másik cél, hogy akkor már érkezzen egy trófea, mert hát azért nyilván ércelődtek sokat a Spurszel, hogy hát jó, hát ez az állandóan elbukó csapat, amelyik soha nem nyer semmit, és nyilván Daniel Levy, a klubtulajdonosnak is elege volt ebből, és azt gondolta, hogy a Mourinho, akkor jön trófea, de hát kint látjuk azért ez nem ennyire biztos, még akkor is, hogyha ott az a Liga Kupa döntő, amit még azért megvív ez a csapat, és persze döntő, egy meccs, bármi lehet, pláne úgy azért olyan képességű futballisták szerepelnek a Spursben, hogy 90 perc alatt végül is felvehetik a versenyt bárkivel. De szerintem az Európa Liga, bocs, az lehet a cél. Hát igazából a City az, akivel játszatok ugye a Liga Kupa döntőt, és ott azért Guardiolát ismerjük, hogy ő nem szeret elengedni egyetlen trófeát sem. Tehát ő ott azért egy valószínűleg nem egy ilyen Liga Kupa mérkőzés, aztán nem azért tényleg komolyan vett döntő mind a két részről. Hát ez abszolút így van, több szempontból is. Ugye egyrészt, igen, önmagában az, hogy döntő, és Guardiola nyerni akar mindig, másrészt Mourinho ellen csatázik, ami presztízs, ha bevallja, ha nem, a két edző azért ez óriási presztízs kérdés mindkettejüknek, azért nem felhőtlen az a viszony. Harmadrészt pedig ott van egy Sergio Aguero, aki most kimarad, meg ugye már eldőlt, hogy ő nem marad a Citynél, de pont emiatt, hogy neki ez az utolsó sansza, hogy a City mezében trófeát nyerjen, vagy valószínűleg az utolsó, nem tudom, hogy mondjuk a BL továbbjutás esetén őt még használnák-e. Mindenesetre egy nagy szansz trófeára, és hát ő így egy 10 éves City karriert ezzel nagyon széppé tehetne, és ez egy méltó befejezés lenne neki. Úgyhogy azért vannak, igen, valóban, ahogy mondod, itt azért Spurs szempontból vannak akadályok itt a trófea megnyeréséhez vezető úton. Ugye nagyobb lehetőség lett van az Európa Liga igazából, ahol hát sikerült kiesni, bár ott egyébként José Mourinho-t meg kell dicsérni, mert ő bement az öltözőbe és megtapsolta az ellenfelet, biztos láttad egyébként ezt a videót valahol. Igen, illetve olvastam is róla, igen, hogy ő bement és gratulált a Dinamo játékosainak, mert azt mondta ugye, hogy tényleg, hogy büszke rájuk, és szeretné, hogy az ő csapata küzdene így, mint ahogy ők nagyjából. Én azt a kiesést azért nem írom feltétlenül Mourinho számlájára, mert most kis túlzással 2-0-ás előny után egy ilyen tudású csapatnak, mint a Spurs, egy olyan ellen, mint a Zágráb, amelyik nyilván egy magas szint, de azért mégsem Tottenham szint, le kell hozni a visszavágót, kis túlzással edző nélkül is. Tehát tudom, hogy ez nem túl szakmai megfogalmazás, de azért, ha 2-0-ról ilyen szintű játékosokkal odamész Zágrába, akkor azt hozni kell, és úgy is nézett ki az ember sokáig, hogy azt hozza a Spurs, csak pont ez a hozzuk le, kicsit belealudtunk, elég lesz, nem nagyon veszélyeztet a Zágráb. És akkor a 61 néhányadik percben jött egy gól, az fölhozta a hazai csapatot, ahogy az már lenni szokott. A Spurs már ebből a nagyon kényelmes futballból, amit nevezhetünk lélektelennek is, hogyha Lloris nyelvén fogalmazunk, nem tudott már megújulni, és ez lett a vége. Az valóban egy szégyen volt, ahogy Lloris is beszélt róla, és az egész klubnak el kellene gondolkodni, hogy tud idáig süllyedni egy csapat, hogy kiesik 2-0-ról Zágrában, és most nem az Zágrábot minősítem ezzel, hanem tényleg van egy olyan tudáskülönbség, amit meg kell mutatni eredményben is. Kicsit értékeljük José Mourinho-t, azért most már másfél szezonja van, vagy mondjuk lassan másfél szezonja van, és ehhez vissza kell menni Pochettinohoz. Ugye az a csapat BL döntőt játszott, de azért már látszottak a számokon, látszódott a játékon, hogy visszaesésben van. Aztán ugye abban a szezonban, amikor erre is küldték, akkor nagyon nagy visszaesése volt a játéknak. Mindenképpen el kellett Pochettinót egyébként küldeni ettől a csapattól? Hát ez igen, ez nagyon nehéz kérdés, én azért nagy Pochettino fan vagyok, és egy kicsit a PSG-nek is azért drukkolok, hogy akkor legalább neki legyen egy trófája, meg legyen egy nagy sikere. ugye a hazai kupát a PSG-vel már nyer, de azért egy nemzetközi lenne a BL, szóval ő, hát ha valaki ezt a klubot felemelte, az nyilván Pochettino, és ő juttatta el ezt az együttest állandó BL részvételig, bajnokesélyes csapatig, BL döntőig, ez nyilván mindenki látta is. Láss egy olyan futballal, ami a szemnek is tetszetős, tehát ez a nagyon intenzív foci, nagyon magasan letámadó futball, az ellenfélnek semmilyen helyet és időt nem hagyó, és ennek is köszönhette egyébként a sikereit, mert Pochettinónál sem mindig volt ez ilyen nagyon látványos foci, tehát azért nem Guardiola futball volt az, nagyon sokszor volt szenvedés a támadjáték, de annyira agresszívan, intenzíven támadott le, hogy egyszerűen a hiba az ellenféltől előbb-utóbb jött, mert nem hagyott neki semmit. És sokszor így nyerte meg a meccsét a Spurs. De mégiscsak ezért ez nagyon tetszett a szurkolótábornak. Most azt lehetett olvasni, hallani játékosoktól, meg klubbeliektől hallani, hogy a végén már hát kicsit besokalta ettől a csapat, ugye, hogy itt ez nagyon katonás volt a fegyelem, ugye ezek a nagyon magas intenzitású edzések, és ezért már 5 és fél év után ebben a játékosok el tudnak fáradni, és ugye azt lehetett olvasni, hogy ez volt egy kicsit sok. És nyilván ez eljut az elnökig, az eredmények sem úgy jönnek, mert ugye azt a végét már a Bajnokok Ligája döntő mentette meg, mert ugye az a Bajnokok Ligáját megelőző tavasz a bajnokságban is már gyengébb volt, a Bajnokok Ligáját követő ősz szintén ez került ugye Pochettino állásába, szóval itt ez egy folyamat volt valóban, de szerintem Pochettino még meg tudta volna ezt fordítani, pláne úgy, hogy azért azon a nyáron néhány játékost igazolt a Spurs, csak azoknak a játékosoknak bizony idő kellett. Ndombelének, Lo Celsonak például, és azzal a csapattal szerintem Pochettino még ki tudott volna jönni ebből a gödörből, de ott egy kicsit elfogyott a türelem. José Mourinho kinevezését mennyire értetted, mikor lehetett tudni, hogy az ő játék koncepciója egészen más, mint amit Pochettino képviselt? Hát ezért is volt nagyon furcsa, ugye, és a Spurs tényleg az utóbbi években Pochettinoval indítva pláne az innováció volt jellemző, hogy megpróbálunk újítani, hogy hozunk egy fiatal edzőt, akinek megvan a maga határozott elképzelés a futballról, de az modern, az valószínűleg előre viszi ezt a klubot, van benne egy kis rizikó is, mert még nem volt ilyen csapatnál, meg ekkora klubnál, de próbáljuk meg, és Lévinek ez bejött, és azért furcsáltam, igen, hogy utána, amikor bejött egy ilyen lépés, akkor miért lépett vissza egyet, és próbált tutira menni, ami viszont már nem teljesen tuti, mert ez csak az ő agyában fogalmazott meg tutiként az, hogy Mourinho akkor trófea, de minden esetre így gondolt rá. Ő egyébként nagyon szerette Mourinho-t, ő már első Chelsea kirúgása után is Mourinho-t akarta a Tottenhamhez vinni, tehát neki ez egy régi szerelem, vagy kicsit így gondolt rá, hogy amikor nem akar, amikor az van még benned, hogy az a csaj, az még 20 éves még mindig, de közben már 56 lehet, és akkor már nem biztos, hogy ugyanúgy vonzódsz hozzá, mint ahogy kellene vonzódni. De mindegy esetre az ő helyében még ugyanolyan vonzó edzőnek élt Mourinho, és mint az kiderül, azért ez a Mourinho már nem az a Mourinho. És ugye sokszor lehet hallani, hogy azért Mourinho edzői felfogása, a pedagógiája már nem biztos, hogy ilyen up-to-date, tehát ahogy ő játékosokhoz viszonyul, az lehet, hogy még 20 évvel ezelőtt nagyon jó volt, mert olyan típusú futballisták voltak, akiket azzal, hogy korhol, hogy kritizál, jobb futballra serken, jobb teljesítményre ösztönöz, de lehet, hogy a maiakhoz már másképp kell szólni, ezt sokszor felvetik vele szemben, hogy ugye neki van ez a konfrontálódós pedagógiája, hogy úgy próbál jobb teljesítményt, hát egyelőre az Spurs-nél nem mindig jön bele legalábbis. Mégis ez a szezon, a híres második szezonja, az mindig a Mourinho-nak az extra szezonja volt, tehát kimondhatjuk, ez a második szezon, ez azért jól indult. Meglehetősen jó eredményeket hozott a Spurs, Mignolos ebben azért nagy részt a szerencse volt, ami, hát hogy is mondjam, játszotta a nagyobb szerepet, vagy azért Mourinho-nak voltak olyan nagyon jó húzásai, amik nagyon is ültek. Ültek egyébként, nem akarom elvenni tőle azt, amiben jó, és tényleg voltak olyan meccsek, ahol ez a nagyon mély védekezés, gyors kontrajátékkal ült, egy City ellen ugye például, de az Arsenal ellen is ugye volt 2-0-ás győzelem ősszel, akkor került a tabella érére egyébként a Spurs. Igen, azok a meccsek jöttek, de azért tegyük hozzá, hogy azok abban az időszakban még a City is csak nagyon kereste önmagát, ugye az nagyon sok döccenővel indult a Citynek a szezon, és volt egy fordulat, egy West Brom elleni meccs, amikor Guardiola is sokat beszél arról, hogy leültek a szakmai stábban a játékosoknak, akkor mi az, amit tennünk kell ahhoz, hogy ez megforduljon. és azok után, a lépések után indult el a City, de szóval még pont akkor találkozott a Cityvel a Spurs, amikor még nem ment neki az Arsenal, és ugye pont abban az időszakban volt Artétával, amikor hát egymás után kapta a pofonokat. Ez egy szerencsés volt egyfelől, de nem akarom elvenni tényleg Mourinho érdemeit, mert ugyanakkor meg, igen, megérezte, hogy ezek ellen a csapatok ellen akkor mit kell. De nem tud ez az együttes egy egész szezont csak kontrajátékra hagyatkozva végig futballozni. Az kiderült, hogy nem lehet ahhoz ez a védelem, például ez a védelem nagyon kevés. Azért az látszik egyébként, hogy ha bevallja Mourinho, ha nem, amint megszerzi a csapat a vezetést, azonnal visszaállnak minden csapat ellen, és talán egyébként, hogyha ezen tudna változtatni, akkor lehet, hogy az, mikor a belső védő tenge is egy kicsit jobbnak tűnne, vagy mondjuk, hogyha így történne meg a fordítás, szerintem a Spurs szurkolók sem durognának annyira, hogy nem hiszem el, hogy már megint ugyanaz van, és megint ugyanúgy kaptunk ki. Hát igen, ez így van, mert így, hogy nagyon engedi az ellenfelet közel a kapuhoz, ugyanúgy nem eléggé labdabiztos játékosnál, vagy nem elég jó védőknél, azért lehet hiba is, így, hogy folyamatos nyomás van, akkor hiba lesz. De hogyha a Spurs próbálná meg nyomást gyakorolni az ellenfélre, mint ami mondjuk sokszor előfordul a meccsek elején, akkor mindjárt igen, valószínűleg más lenne a meccs képe és az eredmény is. Hát nem tanul ez a csapat ebből, nem tudom, hogy tényleg, hogy ez mennyire Mourinho hibája, mondom, ő ezt szereti elhesegetni, és a felelősséget így terelni, de szerintem azért nyilván ő gondolja azt, hogy ha megvan a vezetés, akkor álljunk vissza, és ezekkel a játékosokkal Lucas Moura, Son, két gyors kontrákat lehet vezetni, és akkor abból majd góldókat szerezni, de mint ez kiderült, ez nem működik. És tényleg azért furcsa nekem ez, mert én úgy fogom fel ezt a játék stílust, hogy a saját futballistáim képességeinek az alábecsülése. Tehát amikor azt gondolom, hogy ezek a játékosok csak erre jók, miért nem gondolja azt Mourinho, hogy ezek a játékosok arra is jók, hogy egy egész meccset uraljanak szinte, és ők kényszerítsék rá az akaratukat az ellenfélre, mint ahogy az tulajdonképpen a találkozók egyes periódusaiban meg is van. Csak aztán, amiről te is beszéltél, jön az előny, és jön a félsz, és csak valahogy őrizzük meg. Tehát szerintem ez az edzői felfogás, ez a kontrafutball, ez a reaktív foci, ez egy kicsit degradálja a sajátjaimnak a képességeit, és igazából nálam ez a megbocsáthatatlan. És ugyanez volt a Unitednél is egyébként. Ez egy sokkal jobb csapat volt szerintem annál, mint hogy annyira szenvedjen. Ott is azt éreztem, hogy azok sokkal jobb futballisták annál, mint hogy ilyen játékot kell rájuk erőltetni, ilyen óvatosra. Eklatáns példa volt Sevilla elleni BL kiesés, amikor nem akart egyszerűen focizni a United egy Sevilla ellen, amelyik hát azért ez egy jó elcsapatnak számított, akkor nem egy bajnokok ligája csapatnak, és simán kipottyant, meg is pecsételte nagyjából Mourinho sorsát. De szóval ez a kis hitűség, és ez furcsa egy ilyen edzőnél ezt mondani, de nem feltétlenül kis hitűség, nála ez most már fixa idea lett, hogy ez a futball van. Ezzel a futballal lehetek eredményes, ami nem akarja a labdát, nem akarok labdát birtokolni, inkább legyen az nyugodtan az ellenfélnél, én majd megszerzem a pálya egy-egy érzékeny pontján, és abból gyorsan elindulok. De ez nem megy. Gonosz vagyok, de Spurs szurkolóként nem azért szurkoltok, hogy minél később legyen meg a vezetőgól, hogy minél kevesebb. Hát egyébként igen, értem, mit mondasz, egyébként igen, lehet, hogy ez lenne a jó, vagy sokkal korábban egyenlítsen az ellenfél, mondjuk a kis csapatokról van szó, és az utolsó 10 percben, mint amire sokszor volt példa, és amiatt lett mondjuk döntetlen a meccs, ugye például a Newcastle ellen kétszer is, ugye a West Ham feltámadta végén, volt egy Fulham elleni meccs, amikor nagyon a végén Wolves, tehát sorolhatjuk igen azokat a meccseket, amikor a Spurs a végén kiengedte azt a 2 pontot a kezéből. Igen, ha azok a gólok előbb születnek, akkor valószínűleg, akkor talán még tud válaszolni rá a Spurs. Vagy történjen meg az, hogy vezessen az ellenfél, és abból az olyat is láttunk, hogy képes az a csapat fordítani. Hát igen, ez a játék felfogás, ami Mourinho-t jellemzi, és amit elültetett a csapatban, az szerintem hosszú távon nem működik. Ha most így Daniel Levy felhívna téged, és megkérdezi, hogy Mr. Galambos, mit gondol, José Mourinhoval kéne folytatni a jövőt, vagy esetleg mással a következő szezonban, akkor te mit tanácsolnál neki? Hát én azt mondanám, hogy nem, de hát ez talán kiderült ugye a szavaimból, és én azt gondolom, hogy arra az útra lépjen vissza, amin elindult, amikor Pochettinót szerződtette, hogy megpróbálni feltétlenül egy olyan típusú edzőt, aki tényleg modern, bátor, merész, taktikailag nagyon felkészült, az utóbbi nyilván Mourinho-ra is igaz, hát nyilván egy taktikai géniusz volt a maga őskorában, és de most már nem, szóval nyilván nagyon nehéz Nagelsmann-t a Spurshöz vinni, lehet, hogy Ten Hag-ot is, nem tudom, de azt a típusú edzőt, aki talán a Pochettinói úton menne tovább, miközben persze nem feltétlenül zsigereli ki teljesen a játékosokat, de hát Pochettinónál sem ez volt, ez csak 5 év után jött el, tehát bárcsak nyilván Spursnek gondolkodom, hogy bárcsak lenne olyan 5 év újra, és akkor utána majd el lehet gondolkodni azon, hogy hú, az most hova vezetett, és hogy ez kicsit nem volt-e sok a végén már. Na de közben volt előtte 5 olyan év, amikor mindenki csak csettintett, egyrészt a focit látva, másrészt a Spurs szintjén azért mégiscsak jó eredményeket látva. Most a Mourinho éra nem azt mutatja, hogy el tud jutni ez a csapat oda, és hát tényleg nincs az a fejlődés, ami Pochettinónál volt. Szóval én valami ilyet mondanék Levynek, nyilván ő is elgondolkodik már ezen, nagyon drága lenne Mourinhót most elküldeni, mert még van 2 éve a szerződéséből, de hogyha nem lesz megint BL mondjuk 2 évig, akkor az sokkal többe kerül, az sokkal fájdalmasabb a Spursnek, hogyha nincs még 2 évig BL, mint az, hogy mondjuk Mourinhónak kicsengett 10-15 milliót, vagy akár 20-at. Szóval azért ez nagy kérdés, nyilván ezen gondolkodik Levy is, és nagy kérdés az, hogy kit, tehát ki lenne akkor Mourinho után a megfelelő ember. Tehát, hogy azt vizionálod egy kicsit, hogyha mondjuk marad Mourinho, akkor egy kicsit lejtmenetbe kerül a klub egyébként? Tehát erre lehet számítani? Hát én ettől félek, igen, és ugye a talizmán Harry Kane, a legfontosabb ember Harry Kane, ő azért az már folyamatos téma, hogy mi lesz Kane-nel, és ő marad-e? Ő korábban azt mondta, hogy akkor addig nem akar elgondolkodni igazából a váltásról, még azt érzi, hogy ez a csapat fejlődik, hogy itt esély van a nagy sikerekre, hogy itt lehet bajnokságot nyerni, vagy BL-t nyerni, tehát megvan rá a szansz. Ha ezt érzi. Ha mindezt ő már nem érzi, akkor el kell gondolkodnia azon, hogy eligazoljon-e. És én gyanítom, hogy ezután a szezon után azt fogja érezni, hogy hú, ettől most azért elég távol kerültünk ezektől az igazán nagy sikerektől, és ha elveszítik Kane-t a csapat, akkor azért az nem is tudom, hogy lehet pótolni. Nyilván a jelenlegi Covid kiváltotta gazdasági helyzetben, ugye nincs olyan sok nagy klub, amelyik beengedhetné azt az összeget, amiben Kane kerül. A Spurs most egyelőre még kényelmes helyzetben van, mert még a szerződése még 3 évig él, tehát még azért nem kell kapkodni. Ja, a szerződés hosszabbítást illetően sem, de ugye csak nagyon nagy pénzért engedné el Kane-t, és azért nyilván most kevesebb az olyan klub, amelyik beengedheti ezt a nagy pénzt magának, hogy kifizesse. Szóval ez akárként a Spursnél tarthatja, de az, ahol most áll a csapat, vagy ami felé tart, az viszont egy kicsit lehet, hogy taszítja a Spurstől. Hogyha pusztán a játékos kereteket vizsgáljuk a csapatok közül, akkor a Tottenhamnek mondjuk így hogy is mondjam, tehát hanyadik a Tottenham, vagy hány olyan keret van, ami a Tottenham előtt van a Premier League-ben? Szerintem amelyik keret feltétlenül jobb, az a City, a Liverpool és a Chelsea. Szerintem több keret nincs, amelyik jobb. Legfeljebb ugyanolyan jó, mint a Spurs. Tehát ez a 3 klub az, amelyikre most csak a játékosok minősége alapján magasabbat taksálom, de ugye mindjárt hozzáteszem, hogy ugye akkor már mégiscsak föl kéne venni a versenyt például a Chelsea-vel a Spursnek a tekintetben, hogy ez a Chelsea ez egy nagyon új csapat. Tehát ezt a Premier League adásokban is el szoktam mondani, hogy ennek az együttesnek szerintem jövőre egyértelműen a bajnoki címért kell küzdenie a Chelsea-nek. De ebben a szezonban még simán meg lehetne előzni, mégiscsak azért rengeteg új játékos érkezett, fiatal játékosok, akik első szezon töltenek a Premier League-ben. Tehát azért ahhoz idő kell, és ezt láttuk is, hogy Lampard nem nagyon tudta ezt megoldani, ezt a kérdést, Tuchelnek annál inkább úgy tűnik sikerül, de szóval ez még várható volt, ez egy kicsit átmeneti szezon lesz. Tehát ilyen szempontból a Chelsea-vel fel kéne venni a versenyt, még ha papíron az a keret nálam erősebb is, mint a Spursé. És ugye akkor azt mindjárt azt jelenti, hogy a 3. helyért kellene ennek a Spursnek harcolnia. A United is erős, nyilván van egy nagyon erős kezdőcsapat, most már van néhány egész jó kiegészítő ember is, ugye ez változott az előző szezonhoz képest, amikor azt mondtuk végig, hogy a kezdője jó, de hát ha kiesik, ott 1-2 ember nincs kit bevetni, most már lehet jók a cserék is, de az is szerintem csak ugyanaz a szint, mint a Spurs. Tehát ennek a csapatnak a 3. helyért kellene küzdeni, de most ettől azért elég messze van, illetve ha nincsenek ezek a bizonyos meccsek, amiket említettem, tehát ilyen Newcastle elleni 2 meccs, West Ham elleni óriási vezetés, simán ott lehetne, tehát itt most Wolves elleni meccs, Fulham elleni döntetlen, ezek mind ugye vezetés birtokában leadott találkozók, 8-10 pont, és ha 8-10 pontot hozzáadunk a Spurs eddig megtermelt mennyiségéhez, akkor bizony ott van. De hát a futball az az nem ilyen, hogy ha játszik, úgyhogy attól viszont mégis konkrétan meg távol van a Spurs. Hát igen, itt a Newcastle elleni meccsen azért talán észre kéne venni, hogy ez a csaj mégse 20 éves, amikor a Newcastle-nek 20x lövése van. Hát ezek a szomorú adatok, igen, hogy egy olyan Newcastle ellen, amelyik tényleg nagyon ritkán jut el az ellenfél 16-osáig, meg lövőhelyzetig, az a Newcastle egy Spurs ellen ilyen számokat produkál, tényleg, és hát előtte volt, hogy a Brighton ellen, amikor kidobott 3-0-ra volt valami 0,12-es szinte mérhetetlen XG-je. Na most a Spurs ellen volt 4-es XG-je. Hát most ezek olyan adatok, amiket tényleg nagyon nehéz megmagyarázni. És ilyenkor borul ki nyilván a Spurs szurkoló Angliában is, hogy akkor neki miért kell ezt a Mourinho-féle futballt nézni, amikor ez a csapat egyébként sokkal többre lenne hivatott, és a játékosok képességei alapján sokkal jobb futballt lehetne. Na, akkor elemezzük egy kicsit ezt a keretet, és nézzük meg posztról posztra, hogy hogyan néz ki ez a csapat, és kezdjük a kapus poszttal. Ugye Hugo Lloris az első számú kapus, aki már nem olyan fiatal, ugye, mint 34 éves, és pár nappal fiatalabb Joe Hart van mögötte, még ezzel nem kapott még lehetőséget ebben a szezonban bajnoki mérkőzésen, de hogy azért Llorisnak az ideje, és szépen lassan le fog járni. Mit gondolsz, még azért nem kell itt rögtön cserélni a kapus poszton? Szerintem rögtön még nem, de valóban azért el kell gondolkodni a Spursnek arról, hogy kipótolhatja majd. Azért még mindig a kapujára érkező labdák minősége alapján, hogy hány gólt kellene ugye kapnia, azt még mindig felül teljesíti, tehát még mindig egy olyan 4-5 góllal többet kellene kapnia ebben a szezonban is, mint amit ténylegesen kap, úgyhogy nem érheti szó a ház elejét, és tényleg jól véd, miközben a korábbi években nekem voltak fenntartásaim vele kapcsolatban, leginkább a kijöveteleivel volt gond, és nem csak a magas labdákra gondolok, hanem a hosszú labdákra, vagy azokra a labdákra, amik a 16-osok belőle bekerülnek, és abban bizonytalan volt. Jött, amikor nem kellett volna jönni, amikor jönni kellett volna, nem jött. Sokszor bízott az ő rendkívüli gyorsaságában, neki nagyon jók a reflexei, de a lábmunkája is, tehát nagyon gyors kapus, és emiatt azt hitt, hogy annyira gyors, hogy eléri azokat a labdákat, de nem ért el. Szóval voltak fenntartásaim, de szerintem még egy évig azért minden bizonnyal lehet a kapus a Spursnek, és jó kapusa. A jobb hátvéd poszt viszont rendkívül érdekes. Ugye Aurier és Doherty az, aki általában mondjuk viaskodik ezért a posztért, de látom már Tangangát is játszani ebben a pozícióban. Hát Aurier-t ismerjük, hogy mi a probléma vele, Doherty-t meg jó igazolásnak gondoltam én legalábbis a szezon elején, hát ahhoz képest borzasztóan besült. Szerinted ennek mi az oka? Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a Wolfsban Doherty, mint szárnyvédő, tényleg remekelt, nagyon veszélyes volt a kapu előtt, jól szolgálta ki a társakat, rendre odaért, kapu elé a védőmunkáját is ellátta, tehát azt lehetett gondolni, igen, egy jó igazolás lesz, ehhez képest szenved, mint aki tényleg, nem tudom, kicsit az érzésem, hogy ő most nem tudja földolgozni, hogy most egy egészen más szintre került, és ennek nem tud megfelelni, hogy aztán Mourinho az oka olyan szempontból, hogy lehet, hogy kicsit több babusgatás kellene neki, tudom, ez furcsa profi játékosoknál, de lehet, hogy el kéne vele hitetni, hogy igen, te ehhez a szinthez tartozol, tehát tudsz a Spursben egy top 4-re hajtó csapatban futballozni. Nem tudom, mi lenne vele szemben a jó pedagógia, tényleg te abszolút bizonytalan, nem tudja a támadásokat segíteni, sokat hibázik hátul is, tehát egyelőre valóban besült ez a dolog, és egy rossz igazolásnak mondható. Aurier meg igen, azok az állandó hibák, amikor a túlzott lelkesedés viszi, és akkor se Isten, se ember nem ismerve földönti azt, aki vele szemben van, és akkor csinál egy buta 11-est. Ezeket kicsit azért már redukálja ezeket a hibákat. Ugye volt egy dokumentum a Spurs idényéről, ugye az előző idény, amikor Pochettino távozott, és Mourinho jött, és akkor Mourinho mondta oda hozzá, vagy mondta neki, hogy hát tőled félek, mondta Auriernek, mert te mindig hajlamos vagy azokra a hibákra, amik ilyen megmagyarázhatatlan hibákra. Ez is egyfajta ilyen sajátos Mourinho pedagógia, de mindegy. És ezeket azért volt, amikor levetkőzte, de például az Ágráb elleni meccsen pont Aurier vehető el, aki pont a lélektelenségét mutatta be az a meccsen, tehát nagy évben tojt arra a meccsre, és akkor az ő oldaláról azért kapott is gólokat a Spurs. A belső védő duó a legproblémásabb szerintem a Tottenham kapcsán, és főleg, hogyha ránézzük a számokra, azt látjuk, hogy Erik Dier a legtöbbet játszott ezen a poszton. Azért sok mindent megmagyaráz? Hát igen, elég sok mindentől azért nem az a szint szerintem se, hogy a Spursnek legyen hosszú távon a stabil belső védője, ugye hát őt már azért kifigurázzák rendesen Angliában is, hogy ugye ennek ellenére mindig válogatott meghívót kap, ugye hát például szerencsétlen Alexander-Arnold nem kapott, nyilván más poszt, de hogy Alexander-Arnold nem, de Dier igen, tehát azért ez egy elég furcsa kettősség volt Angliában, na minden esetre igen, ő nem, hát nem az a szintű, ahhoz szerintem egyrészt lassú, gondolkodásban is lassú, meg sebességben is kicsit lassú, hogy ő ott szerepeljen hosszú távon. A hibák mindig benne vannak a játékában. Nem az a védő nyilván, aki hosszú távon megoldja a gondokat. Ez a legsarkalatosabb pontja a Spursnek, igen, megtalálni a megfelelő védőpáros. Szerintem a megoldás az, hogy egy nagyon jót igazolni, ami sikerült például a Liverpoolnak, hogy megérkezett Van Dijk is mindjárt jobbá tette a körülötte lévőket, így nagyon jó középső védő erre képes, jobb lett Gomez, jobb lett Matip Van Dijk mellett érdekes mód, Ruben Díaz ugyanez lesz a Citynél, ő még nagyon fiatal játékos, meg még nem olyan rég jött, de valószínűleg ő is kellett ahhoz, hogy John Stones ennyire jól futballozzon, ugye nyilván Laportot is jobbá teszi, hogyha mellette játszik. Meg kellene találni a Spursnek azt a nagyon magas szintű játvédet, aki mellett lehet, hogy még Davinson Sánchez is jó futballistának tűnne, aki egyébként, nyilván most produkált egyébként pár jó meccset, de aztán megint belőle is előjött az, amit szokott, és a Newcastle ellen egy ilyen horror-sót mutatott be, tehát ilyen hiba-hiba hátán, úgyhogy kell az a jó védő. Nyilván nem olyan vastag a pénztárcája a Spursnek, mint mondjuk a Citynek, Ruben Díaz nagyon akarta a nyáron, Mourinho is, lehet, hogy előrébb tartana a Spurs vele, de hát a City tudta kifizetni azt a mintegy 60 millió fontot. A bal hátvéd poszton pedig általában Reguilón játszik. Szerintem vele azért nagyjából elégedett lehet a Spurs közönség. Igen, teljes joggal játszik. Őnek is első szezon, azért én az első szezonnál mindig minden játékosnak hagyok egy kis türelmet, mert nem mindig könnyű, és neki is egy picit azért hullámzik a teljesítménye, de hát látszik, hogy azért nyilvánvalóan sokkal jobb, mint Ben Davis a poszttársa, gyorsasága, lendülete, a ballába, hogy a rugó technikája mind megengedi, hogy tényleg hosszú távon legyen a Spurs játékosa, de hát ott van egy opció a Real Madridnak, hogy visszavásárolhatja, úgyhogy az nagy kérdés, hogy a Real éle ezzel, vagy hagyja a Spursben. Itt a középpályán most nem feltétlenül akarok lentről felfelé menni, hanem inkább ugye neveket szeretném bedobálni így összességében, és nekem Dele Alli az, aki ilyen furcsaság. Ő volt az, amikor Mourinho megérkezett, és bekerült a csapatba, és nagyon fontos személyé vált, aztán pillanatok alatt el lett felejtve, ebben a szezonban alig futballozott. Igen, ez is nagyon érdekes kérdés. Ugye hát ez is a dokumentumfilmben volt az ominózus jelenet, sokat idézett jelent, mikor az első edzésen Mourinho oda ment hozzá, és akkor te Dele vagy a testvére? Hát ugye előtte volt egy rosszabb szériája Pochettinónál, és Mourinho erre utalt, hogy hát tényleg úgy futballozott, mint hogyha mondjuk vagy valaki olyan lenne, aki még nem sokat szerepelt futballpályán, és akkor Delénél ez jól hatott, nagyon jól indított Mourinhónál, ugye gólok, gólpasszok sora, és igen, ahogy mondod, erre a szezonra már teljesen elengedte Mourinho érdekes mód, de ez is a dokumentumfilmben megjegyzi, hogy hát nagyon lusta tud lenni edzésen Dele Alli. Tehát neki az edzés munkája az korán sem kielégítő, az nem olyan, mint amit elvárna tőle egy edző. Valahogy ezt Pochettino tudta kezelni, és nála nyilván az edzés munka is akkor más volt, de minden esetre a meccseken mutatott teljesítmény más volt. Mourinho-nak ez nem tetszik, és hát ezzel és a rosszabb teljesítmény lettek a pályán és a meccseken, és nyilván ez a kettő együtt, ez Mourinho-ból azt váltotta ki, hogy akkor kihagyja, plusz amiről már korábban beszéltünk, várta a reakciót. Tehát ugye ő azzal, hogy ő mondjuk nem játszhatja, hogy kritizálja, kritikusabb hangot üt meg, azt várja a játékosától, hogy na akkor még inkább tegye oda magát. Akkor mutassa meg neki, hogy te hülye öreg, nem neked van igazad, majd én megmutatom, hogy milyen jó futballista is vagyok. Ezt várta volna Allitól, csak ezt úgy látszik nem kapja meg. Akkor vegyünk el egy nagy pozitívumot. A szezon egyik legjobb igazolása, és nem csak a Premier League-ban, hanem európai szinten szerintem Højbjerg, aki nagyon-nagyon jól játszik. A probléma az, hogy nincs alternatívája ebben a csapatban, és csapágyasra van járatva teljesen ez a játékos. Igen, ez így van, és ez meg is mutatkozott ennek a hátulütője néhány héttel, 2 hónappal ezelőtt. Ugye volt néhány rosszabb meccse, mondjuk az Everton elleni FA kupa kiesésnél olyanokat hibázott, amik rá korábban nem voltak jellemzőek, eladta a labdát, abból szerzett gólt az Everton, csinált egy felesleges 11-est, abból szerzett gólt az Everton. City ellen is felesleges 11-es, mikor lehet, hogy a kedves nézők, hallgatók emlékeznek, Gündogan hátulról úgy odalépett egy teljesen ártalmatlan szituációban. Szóval volt ott néhány meccs, amikor igen, ahogy mondod, azt lehetett érezni, hogy ez a játékos, ez most van egy kicsit túlhajtva, hogy nem is feltétlenül fizikailag, hanem valószínűleg szellemileg elfáradt, hogy mindig folyamatosan koncentrálni, nagyon magas szinten teljesíteni, mert nyilván Premier League-ben nem hibázhatsz. Ezt már nem biztos, hogy ő tudja hozni pihenő nélkül. És ugye tényleg nem volt alternatíva, Harry Wingsben annyira nem bízik Mourinho, nem gondolja azt, hogy őt a Premier League-ben mondjuk néhány meccsen lehetne Højbjerg helyett játszatni. És igen, jött egy olyan szakasza a szezonnak, amikor elfált Højbjerg. Most ebből mintha egy kicsit kijönne, most kezdene újra jobb lenni, de hát most az meg a csapat egészével adódnak gondok, és ez annyira akkor így nem látszik meg a csapat eredményességén. Ndombele valahogy így Dele Allinak így mondjuk az ellentettjevel rosszul indult a kapcsolat, aztán most meg kirobbanthatatlan a csapatból, és egyébként általában jól is játszik. Igen, nagyon jó. Hát ő igazából így a virtuóz futballista, tehát ő az, aki azzal a labdával bármire képes, és bármikor bármelyik ellenfelét képes megetetni, levenni a középpályán, átvinni a labdát bárkin. Tehát tényleg olyan testcseleket mutat be, olyan indulósebessége van, úgy tud robbanni, hogy az nagyon keveseknek a sajátja, csak nagyon rosszul indult, valóban a kapcsolat, nála is az edzésmunka nem volt megfelelő neki, nagyon nehéz volt beilleszkedni a Premier League-be, az angliai életet megszokni, neki adott a gondjai, azért szerencséjére Sissoko és Ori támogatta, mindvégig segítette, és azért ez sokat jelentett, és ugye itt is az előző nyár volt az, ami egy ilyen választóvonal volt, ott Ndombele el akart tulajdonképpen menni, Daniel Levy leült vele, meg azt mondta, hogy nem, hát ez nem vagy eladó, túl sokat fizettünk, hogy téged csak úgy elengedjünk, és viszont ahhoz, hogy változzon a te sorsod itt, arról csak te tudsz. Azon csak te tudsz. Tehát a te sorsodon csak te tudsz változtatni, csak te tehetsz azért, hogy itt újra játszál, és Ndombele ezt megfogadta, és utána már a nyári edzéseken már azt a nagyon elszánt ényét mutatja, amit mindig is várt tőle Mourinho, és elkezdte játszatni, és Ndombele pedig igazolta, hogy tényleg ő egy nagy klasszis, szerintem a belső középpályások közt az egész Premier League-ben az első 5-ben van feltétlenül. Giovanni Lo Celso egy érdekes karakter, már csak azért, mert én egyébként nagyon kedveltem az ő játékát, és összességében te hogyan ítéled meg nem csak ezt a szezont, hanem az összes tottenhames pályafutását Lo Celso-nak? Csalódás egyértelműen? Hát még ennél lehetett volna jobb is, de őt nagyon a sérülések azért megkínozták. Tehát ugye eleve pekhes Pochettino, amikor idehozza Lo Celsót, azt gondolja, hogy konfliktárs, tényleg jó futballista, majd Ndombelével ők a középpályán, ők majd azért tudnak alkotni. Ehhez képest ugye Ndombelének ez a beilleszkedési problémák, meg a Premier League tempójának a felvétele nem sikerült. Lo Celso meg rögtön sérülésekkel indított, nem tudta használni, állandóan sérült volt. Ez még a Mourinho érában is gond volt, hogy megsérült mindig. És ezért nem tudjuk még valószínűleg, hogy ezért nem látjuk még az igazi énjét, de az a futó mennyiség, amire ő képes, azért az a labdabiztosság, az mind előre viheti ezt a Spurs-öt. Talán nálam azok az igazán zseniális nagy labdák, azok hiányoznak az ő játékából, és amikor 10-est játszik, akkor én attól a 10-estől azt várom, és ez még hibázik, de mondom, az a munkabírás, meg munkamorál, ami van, és azért az a balláb, az nem rossz balláb, az egyértelműen a kezdőcsapatba kellene, hogy vezényelje. És akkor vegyük elő egy kicsit a támadóbb szekciót, és hát muszáj az egyik honfitársát elővenni itt, Erik Lamellát, aki aki egy ilyen szenzációs játékos, de ugyanakkor ezt a szenzációs tehetségét, ezt annyira nem tudja konzekvensen hozni, hogy néha inkább csak ilyen felvillanásai vannak, meg a nagy sötétségben gyakorlatilag. Ez így jól leírtam az ő játékát? Hát magam sem tudtam volna jobban, mondhatjuk így is, de tényleg hát tökéletesen jellemezted nagyjából, ugye, és tényleg nagy tehetségnek indult nagyon. Hát, hogyha mellette akarunk valamit mondani, hogy miért nem sikerült azt a pályaívet leírni, amit gondoltuk neki, hogy neki nagyon súlyos sérülése volt, ilyen gerincsérülés, és nagyon sokat kellett kihagynia, rengeteget, tehát tényleg másfél évvel ment a karrierjéből kb. És és ez nyilván rányomta a bélyegét a teljesítményre, de én őt is nagyon sokszor bírálom, mert szerintem nem az a szint, lehet, hogy a sérülés miatt, lehet, hogy amiatt, amúgy sem, ami az közben kellene, azon a poszton, ahol ő szerepelt, támadójátékosként. Igazából nekem mindig az volt, hogy még Pochettino is sokszor Lamelát játszott a Son helyett, még volt egy olyan időszakig, hogy az ugye Lamela és Son egymásra vetekedett, és sosem értettem, hogy nem Son, hogy előzheti meg Lamela. De aztán kiderült, hogy tényleg Son azért más szint. Igen, Lamela nem tud kiegyensúlyozottan jól futballozni, hiányoztak gólpasszok, a gólok a játékából pont azok az összetevők, amik leginkább szerintem minősítenek egy támadójátékost. Most, amikor egy picit visszateszi Mourinho sokszor 10-esbe, érdekes mód hasznosabb, mert azzal, ahogy fölveszi a labdákat jó területen, és hogyha nem sokat dajkálja és még időben szabadul tőle, akkor még az meg is tudja jól játszani, és abban tud egy lendületet venni a csapat. Tehát még így 10-esben néha jobbak a megoldása, és még hasznosabbnak érzem olykor, mint amikor mondjuk szélsőt játszott, vagy csatárt játszott. Mi a helyzet Bergwijnnal, aki ugye tavaly télen érkezett, aztán hát akkor volt egy szerencsétlen sérülése, egyébként nem sikerült így feltétlen visszavágodni a kezdőcsapatba. Hát nagy rejtvény ő is, igen, mert Mourinho-nál most teljesen kiszorult a csapatból, érdekes mód, ugye, hát ez is talán visszavezethető a Liverpool elleni meccsre, ugye volt az Anfield-en a Spurs-Liverpool, amikor volt egy nagyon jó 15-20 perc a Liverpoolnak a második félidőben, és az nagyjából Bergwijn helyzetekről szólt, és a helyzetek elpocsékolásáról, és lehet, hogy akkor tört meg valami Mourinho-nál benne, hogy ez a játékos ez most még nem alkalmas arra, hogy ő legyen a Spurs megváltója, ugyanakkor meg mégis csak helyzetbe tudott kerülni többször is, tehát azért nálam az is egy pozitívum, hogy egy csatár képes helyzetbe kerülni, az idővel szerintem pláne egy ilyen fiatal játékosnál a gólok is jönnek majd mellé, ha kap annyi játék lehetőséget, annyi játékpercet, akkor szerintem azt gólokra tudja váltani, a bizalom elfogyott esetében, és hát most nagyon nehéz dolga lesz visszakapaszkodni. De a tehetség az benne szerintem megvan, kicsit több türelem kéne hozzá, hát nyilván ezen a szinten kevés türelem, pláne Mourinho-nál kevés a türelem. És mindig jobb oldali támadó poszton vagyunk, Gareth Bale. A tékozló fiú hazatér, megváltja a csapatot, vagy talán mégsem? Hát egyelőre nem. Ugye ott eleve nem Mourinho kérése volt Bale szerződtetése, Daniel Levynek ez a hasonló szerelem, mint maga Mourinho, tehát, de mondjuk ez egy sokkal érthetőbb szerelem. Tehát most még azért Gareth Bale 31 évesen én is azt gondolnám, hogy ha hazaviszem a klubomba, akkor ott szárnyalni fog ismét. Pláne ugye az 1-2 éves madridi partvonalra kerülés után. Tehát, hogy biztos lesz benne egy olyan bizonyítási vágy, amit majd megmutat, biztos nagyon jól fog futballozni azon a helyszínen, amit ő szeret, a saját környezetében, hazatér a családhoz, imádja a közönség. Tehát egy csomó olyan szempont volt, ami alapján teljesen indokolható volt a szerződtetése. Pláne Levy zsenialitása úgy hozta haza Bale-t, hogy igazából nagyjából 200-250 ezer pontot fizet hetente. Tehát még a felét se kell fizetnie a madridi fizetésének. Úgy értem, azt még a madridája, több mint a felét a madridája még mindig bérfizetésének. Tehát ez egy jó üzletnek tűnt. És hát nem, mégsem sikerült, hogy ott is sérülések voltak eleinte. Szerintem az is benne volt azért, hogy nem Mourinho akarta feltétlenül Bale-t, és azért olyankor ő kevésbé odaadóan veti be azt a játékost a csapatba. És a sérülések és a formán kívüliség azért, igen, mind rányomta a bélyegét Bale játékára, de megint csak azt tudom mondani, hogy egy kicsit nálam ez megint jellemző Gareth Bale-re, de ezt már említettem, hogy egy rossz meccs után, egyetlen rossz meccs után az a játékos, aki addig viszont jó volt, simán kikerült. Tehát az Arsenal elleni észak-londoni derbi jó, oké, hogy nagyon rossz volt, az egész csapat rossz volt, előtte viszont voltak azok a szupermeccsei Bale-nek, és nem a szupermeccseire gondolt Mourinho, hanem egyből arra az egy rosszra. És azóta, mint látjuk, szinte nem játszik Bale, ugyanúgy nem játszik, mint a szezon nagy részében. Azért érdekes Gareth Bale egyébként, mert nagyjából egy hónapja, vagy talán másfél hónapja olvastam egy ilyen nyilatkozatát, amikor játszott a csapatban. Kérdezték, hogy mi lesz vele, hogyan tekint a jövőre, és azt mondja, hogy neki még van egy éves szerződése a Real Madridnál, úgyhogy úgy tervez, hogy visszamegy. Ezt rossz neked így hallani? Rossz volt neked ezt hallani? Hát kettős érzés, mert egyrészt ugye nem azt a Bale-t látta a Spurs szurkolótábor, akit szeretett volna, tehát ilyen szempontból bármennyire fájdalmas is kibondani egy ilyen klubikonról, nem biztos, hogy olyan nagy veszteség, hogyha mégsem a Spursben futballozik a következő szezonban. Ugyanakkor meg még mindig én azt látom benne, hogy ennél sokra többre lenne képes, tehát egy olyan edzővel, aki bízik benne, aki elfogadja, hogy Bale ilyen típusú futballista, annál szerintem sokkal jobb produkcióra lenne képes, tehát ilyen szempontból meg igen, ez egy fájdalmas dolog lenne. De ez egy ilyen kettősség, még magamban sem tudom megfejteni, hogy minek kerülnék jobban. Lucas Moura-nak a kivirágzásához mit szólsz? És most már nem csak jobb szélső, hanem sokszor 10-es poszton is tud jó játékot nyújtani. Úgy néz ki, hogy bent tud maradni hosszú távon a csapatban? Hát könnyen lehet, olyannyira 10-esben, hogy nálam lehet, hogy azt játszana. Persze akkor ott a kérdés, hogy akkor hol játszik Lo Celso, ugye? De 10-esben tényleg azokat az erényeit nagyon tudja csillogtatni, ami neki megvannak. Vagyis, hogy ő mélységből indulva, mélyebben felvéve a labdát, robbanva, nagyon jó cselezőkészséggel át tud menni egy-két emberen, és mindjárt létszámfölényt kialakítani, helyzetbe hozni a társait. Tehát ő nagyon jól szerintem 10-esben. Az volt nála a gond sokáig, hogy az utolsó, a döntései nem voltak jók, hogy az utolsó passzok nem mindig sikerültek, nem mindig döntött jó, hogy lövés vagy passz legyen-e, de ezekben azért most már fejlődik. Ugyancsak fejlődik az egyes labdarintésben, mert sokszor az első tolás, ahogy megtolta a labdák, azok kicsit hosszúra sikerültek, és már mindjárt nem tudta birtokolni a labdát, de ebben is azért szerintem most már van változás, tehát hosszú távon 5-10-esben simán el lehet képzelni a Spursben, de neki is, ahogy sokaknál másnál kiegyensúlyozottan kellene ezt a teljesítményt hoznia, tehát nem az, hogy csak 3-4 jó meccs és utána a visszaesés, hanem ez tényleg hosszú időn át, akkor jegyezhetnénk őt a világklasszusok között. Beszéljünk akkor itt Harry Kane-ről. Ugye már a jövőjét itt pedzegetted, és itt szerintem neki egy kérdést kell megválaszolni a saját magának. Nem csak az, hogy akarok-e BL-be szerepelni, mert persze mindenki a BL-be akar futballozni, hanem inkább az, hogy akarok-e a Premier League gólrekordere lenni, vagy trófeákat szeretnék nyerni. És szerintem ezt a kérdést neki fel kell tennie. Te hogyan látod ezt? Ez biztosan fel kell tennie. Valóban ez a két kérdés fogalmazhatott meg benne, hogy én leszek a Premier League minden idők legjobb góllövője, valószínűleg megelőzöm Alan Shearert, plusz én leszek a Tottenhamnek a klubikonja, minden idők legnagyobb játékosa, akire a legszívesebben emlékeznek vissza, vagy igen, eligazolok ettől a klubtól, és akkor jó esetben nyerhetek trófákat, de ezt a státuszt, ezt lehet, hogy elveszítem, és nyilván marad a Spurs nagyon nagy futballistája, de nem lesz a megfellebezhetetlenül legnagyobb. Hát ezt föl fogja tenni, nyilván segítené a döntést az is, hogyha mondjuk az angol válogatottal sikerülne valami nagyot dobnia, mert hogyha mondjuk nyer egy Európa-bajnokságot, akkor mindjárt megvan talán a legfontosabb trófea, mert azért benne a nemzeti büszkeség él, és azért ugye, mint ahogy a legtöbb angolban, és ugye nagyon fontos a válogatott, és ha van föl tud mutatni egy Európa-bajnoki címet, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy oké, nincs klub trófea egyelőre, de azért mégiscsak nem semmi, amit nyertem, és akkor lehet, hogy az a Spurs felé tereli. Nem tudom pontosan, hogy gondolkodik, amit már nem értem korábban, ő elmondta, hogy amíg azt érzi, hogy van hová fejlődni a Spursben, és vannak esélyek itt a címekre, addig ő marad. Ha ezt nem érzi, akkor lesz gond. Egy valamiben azért nagyon megváltozott egyébként Harry Kane, mégpedig a játék stílusa. Ő már nem egy puszta befejező csatár, nem egy olyan 9-es, aki odaér a kapujára, és egy életveszélyes a befejezései, hanem most már részt vesz a játékszervezésben, nagyon sok gólpaszt is ad ki, nagyon sokszor visszalép labdákért. Szerintem itt a játék átszerveződése ez egyébként egy ilyen edzői kérés volt, vagy belülről jött egyébként ez a történet nála? Ebben biztosan benne van Mourinho is, és tényleg amiket jól csinál Mourinho, azt ne vegyük el tőle. Ennek a játék stílusnak az egyik eleme, hogy a játék felfogásnak, hogy Kane visszalép mélyen, elkéri ott a labdát, és az induló embereknek elsősorban Sonnak teszi aztán a zsugát, és abból alakul ki helyzet, de ezt meg is kell tudni valósítani, és ugye kiderült, hogy amit azért sejtettünk, de kiderült, hogy Harry Kane-nek bizony milyen csoda játékszervezői erényei vannak, hogy egy klasszikus tízesként is tudna működni, tényleg ahogy megtartja a labdát, amilyen labdákat ad, azzal a rugó technikával, ezzel a játék intelligenciával simán lehet egy olyan játékos, aki mélyebben futballozik, ugyanakkor mégsem lehet őt még visszatenni a mélyen állandóan, mert akkor meg elvennénk tőle azt a másik nagyon nagy erényét és a legnagyobb erényét, hogy mennyire érzi a kaput, hogy milyen gólérzékeny futballista, tehát neki a kapu közelében kell azért mégiscsak lenni, ezért tud ilyen számokat produkálni, ugye most 19 góllal vezeti volt versenyben Szalával a góllövőlistát, de ugye ott van mellette az a rengeteg gólpassz, és a gólpassz lista élén áll meglepetésre az előbb említett erények miatt, tehát egy nagyon egy komplett futballista, aki a játék minden elemében jó, talán ez az emiatt tud majd ő sokáig futballozni, mert ugye most sokszor fölhozzák, ha már az eligazolás, hogy Kane 28 lesz a nyáron, hát most kell elmennie, hogyha még nagy csapatban akar futballozni, mert később már nem lesz annyira kapós, de pont emiatt, hogy ennyire sokoldalú futballista, azért benne még van 4-5 év, és szerintem nem az lesz, mint Rúninál, akinél lehetett érezni, hogy itt végén már kiég, mert ugye Rooney-t azért sokáig a robbanékonysága is emelte a többiek fölé, és abból veszített, illetve Rooney nagyon fiatalon berobbant, tehát ő ugye már 17 évesen már ott volt, és nagyon hosszú idő ment el, azért Kane még a 10-es éveiben még szépen kölcsönben játszott így az alacsonyabb osztályú klubokban, tehát ő még akkor nem is tudták róla, hogy ő valaha lesz ekkora futballista, neki be kellett érnie a 20-as éveit ahhoz, hogy ilyen nagyjá váljon, és hogy ennyire nagy játékosnak reméljék egyáltalán. Szóval neki azért ez a kiégés talán kevésbé lesz benne a játékában, úgyhogy most még azért érdemes lenne nagy pénzt kifizetni érte feltétlenül, de hát nyilván ezt egyetlen Spurs drukker sem szeretne. Hát nem sokat érne ez a 100 millió, hogyha nem lenne kibetöltse ezt a... Hát igen, és még ez így van, és még 100 millióért Levy el sem engedné. Most nyilván most a Covid miatt azért átalakult a piac, és most már valószínűleg a számok azért alacsonyabbak az átigazolási összegek, de hát ő szerintem 100-et nem engedné el, pláne úgy, hogy azért ez pont a járvány gazdaságilag is a Spurs-t azért megrogyasztotta, és azért itt már az elején már ilyen 200 millió fontos veszteséget becsültek, majd ugye a közeljövőben, a következő néhány évben az lesz majd a Spurs-nél. Ahogy az angol kormány megengedte, hogy bizonyos vállalkozások egy nagyobb kölcsönt fölvegyenek, nagyon kedvező kamatozással, azzal ért a Spurs, tehát itt azért fölkészültek arra, hogy lesz, gazdaságilag lesz gond, ugye a stadion is nagyon nagy pénzért épült, és azért is épültek a stadion, hogy abban lehessen számos nem futballeseményt is rendezni, amerikai futballtól kezdve koncertek, box VB címmeccsek, amik nagyon nagy pénzt hoznak volna a Spurs számlájára, azok az elmúlt, ugye bő egy évben elmaradtak. Szóval Kane-t, ha elengedi a csapat, akkor iszonyatosan nagy pénzért csak. Itt Son esetében itt a szerződés hosszabbítás még itt a levegőben lóg. Biztos, hogy meg lesz itt az aláírás egyébként, vagy itt is kicsit azért férni kell itt a trófea és egyebek és Mourinho és mindennek az összetételi kapcsán. Igen, ez pontosan így van, hogy szerintem itt ez most sok összetevős történet, és ami egyértelműnek tűnt mondjuk ősszel, amikor már ezek a tárgyalások elkezdődtek, hogy Son akkor majd aláír, az most tavasszal már korán sem olyan egyértelmű, azért neki is nyilván bármennyire is szereti a klubot, látnia kell, hogy merre megy ez az együttes. Mourinhoval az ő viszonya nyilván nem rossz, mert azért Sonnal eleve kinek rossz a viszonya, de most Solskjærnek ugye nyilván a tegnapi meccs után, aki elmondta, hogy ő emlés adna a gyerekének, hogyha olyat csinálna, mint Son, ami azért kicsit nyilván túlzás, nyilván rátett Son, de azért túlzás, mert azért oda csapott neki McTominay. De na mindegy, szóval azért egy nagyon szerethető figura, és mindenki imádja is a Spurs-nél, de hogy ő mit lát meg, hogy mit gondol arról, hogy ez a csapat merre tart, az egy másik kérdés. Nyilván nagyon jó szerződést kínálnak neki, könnyen lehet, hogy alá is írja, de el kell dőlnie itt az edző sorsának, meg annak, hogy ez a csapat ezt hol folytatja jövőre, mint a nemzetközi porondot tekintve. Még egy játékos jövőre vagyok kíváncsi, Carlos Vinicius, aki az utóbbi időben bekerült itt néhány mérkőzésre, nyilván a sérülések miatt. Tehát ő már nem egy fiatal csirke, ő ugye 26 éves elmúlt. Az ő lehetőségét hogyan látod a klubnál? Hát igen, ő mindig kereste a Spurs a Kane pótló centert, aki hogyha valami történik Kane-nel, akkor hát ha nem is ugyanazzal a szinten, nyilván nem ugyanazzal a szinten, hogy legalább néhány gólt szállít a csapatnak, vagy akit be lehet vetni. Ugye ez éveken át probléma volt, ugye Llorente volt még az, aki nagyjából tudta ezt hozni, és volt egy-két nagyon fontos meccse, épp a BL-ben ugye Llorente nélkül nem lett volna Manchester City elleni továbbjutás, mert valószínűleg az Ajax elleni BL visszavágó sem sikerül Llorente nélkül, aki lekészítette az utolsó gólnál a labdát Allinak, és abból lett Lucas Moura gólja, szóval ő legalább pótolt nagyjából Kane, de Vinicius, hát ő ő az a típusú csatár, akinek pont nem fekszik szerintem ez a játékstílus. Tehát őt azért tömni kell labdákkal, ő olyan játékos, aki akkor él igazán, hogyha ha támad a csapat, hogyha nyomás alatt tartja az ellenfelet, ugye hát azért nyilván a Benficában ez volt, hogy ott egy abszolút domináns csapatban kiszolgálták, és ő jól befejezte az akciókat. Megnéztem, mikor az Spurs leigazolta a góljait, hogy azért sok olyan gól volt, amit csak tényleg be kellett fejezni, bepasszolták, és majd, hogy nem az üres kapuba berúgta. De hát ez a csapat ez nem úgy játszik, ugye? Tehát a Spursnek azért iszonyatosan kevés a labdaérintése az ellenfél 16-osán belül, a támadó harmadban is nem ez a típusú foci van. De azért egy erős csatár, jó bal lábbal, ha nagyon muszáj, akkor bevethető. Hát Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a gólterápia meghívását, és biztos, hogy mi nagyon sok Premier League helyen látni fogunk. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Hát én köszönöm, hogy itt lehettem. Nektek pedig mondom, hogy a leírásban megtaláljátok egyébként Daninak az interjúit, írásait, mindenképpen kattintsatok rá. Érdemes feliratkozni a csatornánkra, a héten még lesz hot topic, esélyesők, vax és rázókő is, emiatt is érdemes rányomni a csengőre. További szép estét kívánok mindenkinek, én Bíró Dávid voltam. Sziasztok!